Milyen tömeg fogadta Rákóczi zászlaját Beregszászon, illetve kik csatlakoztak főként a mozgalomhoz? A Rákóczi szabadságharc beregszászi zászlóbontásának a színhelyén állunk. Ezen a zászlóbontáson volt a legtöbb ember, a legtöbb nép, mivel itt Beregszászban országos vásár volt, és a felvonuló, Váriból felvonuló kurucok ide igyekeztek, és útközben is csatlakoztak a mozgalomhoz, és itt egy a hagyományokban, meg a forrásokban azt is leírják, hogy hogy történt ez a zászlóbontás. Esze Tamás szekére áll, innen olvassa fel a nagyságos fejedelemnek a brezáni kiáltványát. Úgyhogy itt széles tömegek, azt kell mondanom, hogy fogadták, és a másik érdekes dolog, hogy a helyi császári haderő, ami egy 50 fő volt, ezek nem tanúsítottak ellenállást, és a másik érdekesség, hogy itt Beregszászban szerveződtek meg a különböző alakulatok, a lovas csapatok és a gyalogos csapatok, akik utána másnap mentek Rákóczit fogadni a vereckei hágóhoz. Milyen élet folyt itt akkor a beregszászi piactéren, ami itt van mögöttünk? Kik lakták akkor főleg Beregszászt? Mennyire volt Beregszász egy jelentős település akkor? Beregszászban annak idején sokféle ember élt, parasztok, nemesség, és természetesen a kereskedők is, akiről sokszor elfelejkezünk. Terményt hoztak a beregszászi piacra, ugye itt közel van a hegyvidék, és végül is a hegyvidéknek és az Alföldnek a csatlakozásán van ez a terület, ahol a sokáru gazdát cserélhetett ebben a beregszászi vásárban is. Milyen szerepe volt utána Beregszásznak a Rákóczi szabadságharcban? Mennyire tudott akár emberi, erőforrásilag vagy gazdaságilag egy bázisa lenni a szabadságharcnak Beregszász, illetve a Beregvidék? A szabadságharc idején egyértelműen mind emberi, mind gazdasági bázisa volt a szabadságharcnak. Innen vonult be a Bereg megyéből a legtöbb a szabadságharc elején kuruc, és a későbbiekben ugye Beregszásznak a privilégiumjait nagyon megnyírbálták a szabadságharc után, és még 1738-ban is folyt egy per, amiben ugye a császári hivatalnokok még mindig összeesküvést gyanítottak itt a városban, és ekkor terjedt el Beregszászról, hogy a kuruc város. Beregszász egy kuruc város maradt, még ugye jóval a szabadságharc után is.